Nőtt az ukrán nyelvű iskolák száma Magyarországon. A napokban Nyíregyházán megnyitották a Budapesten beindított Lesztya Ukrainka országos ukrán nemzetiségi nyelvoktatóiskola fiúk intézetét. A tanév mindkét intézményben 100-100 diákkal indul, akik többnyire vegyes családokból, illetve Magyarországra menekült ukrán családokból származnak. Az oktatás itt az első osztálytól a 12. osztályig lesz kialakítva, de míg a csoportok nem teljes létszámban működnek, addig életkor szerint csoportosítják a diákokat. Két tantárgyat oktatnak majd, ukrán nyelvet és irodalmat, valamint néprajzot. Az első tanítási napon a gyerekek egy népszerű ukrántal tanultak meg. Az ünnepélyes megnyitón Kárpátalja is képviseltette magát. Volodymyr Csubirko, a Kárpátaljai megyei tanács elnöke hangsúlyozta, hogy ez jelentős esemény az ukrán kisebbség tagjai számára, akik korábban csak a vasárnapi iskolákban találkozhattak. Most az ukrán gyerekeknek nem csak anyanyelvük elsajátítására lesz lehetőségük, hanem arra is, hogy külföldön élő társaikkal szocializálódjanak. Ma Sesták Oszkárral együtt egy nagyon szép kezdeményezésnek lehettünk a részesei. Közösen nyitottuk meg a Nyíregyházi Ukrán Iskola fiúk intézetét. Velünk együtt ünnepeltek az iskola megnyitóján az ukrán konzulátus munkatársai, az ukrán gyerekek és szüleik. A Nyíregyháza központjában megnyílt iskola Lesztya Ukrainka nevét viseli, és az oktatás nyelve az ukrán. Számomra ez jelenti Ukrajna valódi európai integrációját. A gyerekek többsége a háború elől menekülve érkezett Magyarországra. Fontos, hogy itt, Magyarországon ukrán nyelven tanulhatnak, és megőrizhetik az ukrán kultúrát és nyelvet. Az ukrán nyelvű iskola délutánonként fog működni, hiszen a gyerekek délelőtt a magyar oktatási intézményeket látogatják. A pedagógusok azt ígérik, hogy a tananyagot úgy alakítják ki, hogy a diákok ne legyenek túlterhelve. Tanulmányaik befejeztével a diákok vizsgát tehetnek és idegen nyelvi bizonyítványt kapnak, ami a magyarországi egyetemekre való felvétel előfeltétele.